reggeli személy. Igen, még a piros lámpánk ez a miénk, Ződi Zsolt. Ződi Zsolt jogász, nemzeti közszolgálati egyetem kutatója vendégünk. Többek között azért is, mert azért mo a Elég régóta napi van a mesterséges intelligencia, csodálatos téma, olyan, mint a sötét energia, vagy a, vagy a kvantum emélet, hogy mindenkinek van vélemény, hát nyilván mindenkinek van véleménye, beépíti a, a szókincsébe, és lövéssel nincs, vagy hogy miről van szó. De hogy most azért voltak fejlemények, ez a bizonyos chat, chat robot, nevezik chat robotnak, ami, ami hirtelen megugrasztotta az újságíró, főleg az újságíró fantáziáját. Ugye megjelent a guardian hogy le, helyettesítheti az újságírókat, hogy már mindent tud. Már be, épp, tehát, é, úgyhogy kezdjük már egy picit ott, hogy a mesterséges... Mi a, mi a definíciója a mesterséges intelligenciának egyáltalán? Mitől számít valami annak? Mert a, a förbi, gondolom, a kis beszélő baba, az Igen. nem az, pedig hát milyen okosokat mond hát ez egy időben változó fogalom egyrészt, uh -huh. másrészt, hogy nincsen egy kialakult uh -huh. definíciója. ebben most a Európai Unió elkezdte szabályozni ezt a témát, és ennek a Európai Unió szabályozásban szerepel egy definíció. Ezt majd röviden elmondom, uh -huh. de egyébként a definíció általában ilyen standard elemei vannak, hogy miket szoktak mondani, hogy mikor Beszélhetünk mesterséges intelligenciáról. Egyrészt ugye, ez valamifajta emberszerűen, az emberi kognitív képességekkel rendelkező valami fajta általában nem organikus képződmény, tehát egy nem organikus emberszerűen gondolkodó vagy emberi cselekvésre képes képződmény, amelyik rendelkezik az autonómia mozzanatával vagy az autonómia tulajdonságával. Tehát, hogyha adunk neki egy célt, akkor ezt a célt önállóan képes követni, és ezen a célon belül önállóan képes döntéseket hozni. Tehát nagyjából ez a mondjuk úgy filozófiai definíciója. A, még a Európai Uniós norma az meg még hozzátesz egy ilyen technológiai elemet is, mert azt mondja, hogy ö, bizonyos technológiákat használó ö, ilyen ö, ö, szoftverek, azok, amelyeket mesterséges intelligenciát nevezhetünk. Ezeken belül, ami a legfontosabb, vagy a leg, szerintem a leggyakoribb, és ö, a közeljövőben a leggyakoribb eset lesz ez a gépi tanuláson alapuló rendszerek. Tehát azok a rendszerek, amelyek ezt a módszertant, számítástechnikai módszertant használják a gépi tanulásnak a módszertanát. Tehát jelenleg ez a, ez a definíció. Nagyjából itt tartunk most a gépi tanulás, amit most mesterséges intelligenciának hívunk, az nagyjából ebben a körben, a gépi tanulás körében mozog, a ahogy látom. A legtöbb ilyen, igen. így van, van igen, szó. Igen, ez így van, pontosan. Tehát arról van szó, a gépi tanulás egyébként arról szól, hogy ö, ö, nagy adathalmazokat megetetünk a géppel, Többféle módszer van rá, a leggyakoribb módszer az az, hogy úgy etetjük meg ezeket az adathalmazokat, hogy egyben megmutatjuk az elvárt kimenetet is a gépnek. Tehát, hogy ugye azt a legegyszerűbb példát szoktak általában erre felhozni, hogyha megfelelő számú kutya és macska fotót mutatunk a gépnek, és mi elmondjuk minden fotóról, hogy ez egy kutya, ez meg egy macska, ez meg egy kutya, ez meg egy macska, uh -huh. akkor egy idő után a gép magától fel fogja tudni ismerni a kutyát, meg a macskát. És ez ugyanez igaz, természetesen a sokkal bonyolult Kognitív feladatok esetén is, megmutatjuk a gépnek az adathalmazt, megmutatjuk, hogy erről az adathalmazzal kapcsolatban milyen elvárt kimenetek vannak, és a gép. Egy idő után egyszerűen megtanulja, hogy milyen kimenetet kell produkálni egy meghatározott bemenetre. Ez nagyjából erről van szó. Ez a egyébként szöveges információk esetén ugye általában mindig címkézéssel valósul meg, tehát ez a egy címkéket uh -huh. ragasztunk a szövegelemekre is. Egyébként a ChatGPT is hasonló módon működik. Itt visszajelzéseket adnak a gépnek, hogy mennyire jó a válasz, és ezek alapján a visszajelzések alapján tanulja meg, hogy mi lesz aztán ezután a jó válasz. Ez a macska azért is volt jó, hogy szóba került, mert ugye az arcfelismerő rendszerekkel voltak ilyen alapvető problémák, hogy ott érhető tetten, hogy mennyire nem autonóm valójában ez a, ez a, ez a dolog, hisz ugye egyszerűen a több fekete bőrű bűnözőt azonosítottak tévesen, mint fehéret, egyszerűen aznál fogva, hogy minden kínai egyforma, ugye, hogyha én programozom a gépet, akkor valószínűleg az én a, ezt a kaukázusi vonalat, ezt így nagyon pontosan, nagyon jól belövöm, és jó, és hát összes többek is, de elkerem, hogy ez, és hát a gép az nem tud más tenni, mint amit bevetett. Igen, két probléma van. Hmm. Itt két probléma van. Az egyik probléma ugye a tanítóadatoknak a, a esetben ugyanarra a problémára vezethető mind a kettő vissza, de kétféle kárt vagy bonyodalmat hmm. okoz ez. A, ugye itt a tanítóadatok torzító Mm. a torzító taní tanítóadatokról van szó, tehát akkor amikor a tanítóadat nem tartalmaz valamilyen adat típusból megfelelő, megfelelő mennyiséget, akkor természetesen ott a gép sokat fog hibázni ez az egyik része. A másik viszont amiről amiről most beszél, az az a ugye a rasszizmus vagy a, vagy az elfogultságnak a, még csak, a problémája. Még azt sem mondanám, hogy De konkrét ez hogy egy, ez egy létező, ez egy létező probléma, ugye az gép nem tud rasszista lenni, ugyanúgy ugyan, hogy nem tud nem tud szeretni és nem tud és nincs neki öntudata. ezek a fogalmak ezek, ezek ezeket ne tévesen használjuk a, a, géppel kapcsolatban, és nem tud természetesen rasszista se levelét, de el tud borulni valamilyen irányba az ő kimenetei, el tudnak borulni, téves kimeneteket tud adni. Egyébként erre van is egy példa, ezt nagyon gyakran szokták emlegetni ezt a példát, ez a Kompass nevű szoftvernek a példája. Amerikában éveken át használtak, egyébként most is használják egy olyan szoftvert, amelyik a bíróságokon a visszaesés kockázatát jósolta. A visszaesésnek a kockázatát azt nagyon sok jogi ö, eljárásban, és nagyon sok jogi probléma megoldás, akkor egyáltalán tehát szükség van rá, Igen. hogy néha megmondjuk, hogy mekkora lesz a kockázat, előzetes letartóztatásba helyezés, meg büntetés kiszabás, meg egy csomó ilyen, ö, ilyen esetben, és ezt a szoftvert erre használták, és a szoftverről kiderült, hogy ez, ez a színes bőrűekkel elfogult. Tehát egész egyszerűen uh -huh. ugyanolyan bűncselekménytípusoknál, típusoknál, ugyanolyan paraméterek mentén az a visszaesés kockázatát sokkal nagyobbra tette. Ebből lett is egy elég komoly bonyodalom, és akkor ö, ezt egy, egy, egyébként egy civil szervezet felfedezte, utána lehet egyébként olvasni az interneten, hogy ha hosszú tanulmányban taglalja, hogy mi ennek a, az oka. Ennek egyszerűen az az oka, hogy maga az adat torzít. De hogy ez nagyon lényeges, hogy, tehát, hogy van egy alapvetően rossz rendszer, ahol a színesbűrűek valóban nagyobb esély jelesnek vissza, és már maga a rendszer torzítja el a valós adatokat, vagy a, vagy a valós adatok bevitelénél volt probléma. Itt az az, az ez fontos hát, különbség. Ugye itt az a probléma, hogy a historikus adatokból dolgozott, és a historikus adatokban... Egyébként a bőrszín nem szerepelt. Tehát az a vicc oh. a vicca dologban, hogy a bőrszín mint paraméter nem szerepelt a rendszerben, hanem mindenféle proxik voltak, amelyek uh, utaltak valamilyen népcsoportra. Uh -huh, uh -huh. Hát azért, hogyha jól belegondolunk, a lakóhely, a az mért. iskolázatság, a vagyoni helyzet, a társ a, ugye a korábbi családi, ugye valami 130 kérdésből álló uh -huh. kérdőívet kellett kitölteni, és akkor ott ilyen uh, a családi uh, gyermekkora kapcsolatos mindenféle élményekre, meg a, meg a, tehát a terhelt uh, családi, uh -huh. hát térre is rákérdeztek, és hogyha ezeket a tényezőket összekombináljuk, akkor nem kell bőrszín hozzá, hogy adott esetben rámutassanak Ő, valamilyen, valamilyen társadalmi csoportra. Ez egy óriási probléma, hogy hogy bőrszín nélkül is elfogult, uh -huh. enélkül az információ etnikai vagy rassz információ nélkül is képes a, a, a gép elfogult lenni, egyszerűen más olyan adatok miatt, amelyek rámutatnak bizonyos népcsoportokra. Mondjuk egy a lakóhely ilyen. Hely, például ilyen, tehát az tes egyértelmű, hogy mondjuk Amerikában ugye azért a feketék egy csomóba élnek, de egyébként máshol is, hát Magyarországon is. De de van ez a probléma. az, hogyha valaki telefonon jelentkezik egy állásra, már el tudják utasítani telefon, anélkül, hogy látnák a végét. Igen, 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 egyszerűen a beszéd. Sajnos vagy a, betelt a Igen, igen, ennyi, igen és igen, akkor ott vagyunk. Ez egyébként egy nagy dilemma, hogy ezzel mit kezdjünk, mert ugye a valóságos, ha, ha ezek a paraméterek, ezek egyébként olyan paraméterek, amelyeket a döntésben való, figyelembe kell venni, mert mondjuk az iskolázottság vagy az anyagi helyzet az uh -huh. mondjuk egy hitelt az azért -e mondjuk én, tehát lehet releváns, ugye? Hogyne, akkor ne? akkor ezeket hogyan tudjuk kompenzálni, vagy hogyan tudjuk ezt kizárni, vagy kizárható ez ez, miközben egyébként ez egy fontos szempont lenne. Ez egyébként ezeknek a ezeknek a rendszereknek a tervezésekhoz az szerintem az egyik legnagyobb dilemma. Mennyire vonják ezt be, mennyire hagyják ezeket az elfogultságokat, a historikus elfogultságokat érvényesülni. Ilyetve milyen mértékben engedik meg az önállóságát egy ilyen rendszernek, mennyire e, ma, hagyják magára és automatikusan azt írják be a visszaesés kockázata mellé, vagy pedig azért van egyfajta ilyen felügyelet, egy megpróbálják ezt kiegyensúlyozni. Így van, a jogi területenként mindenki azt mondja, hogy valójában ezek csak ajánló rendszerek lehetnek, tehát nem szabad nekik döntéseket, igazán döntéseket hozni. Természetesen az életnek lesz egy csomó olyan területe, ahol nem tudjuk megtenni az emberi felügyeletet, mert egy autonóm járműnek minden döntését az ember nem tudja minden pillanatban felülbírálni, tehát természetesen itt rá, hogy bízzuk magunkat. Ez egy óriási ugrás is volt egyébként a Petően, nem. Igen. De nem csak itt, hát egyébként egy csomó minden másba is. De van néhány terület, például azt mondok, hogy másik területet, ahol szintén azt mondják, hogy nem nagyon biztos, hogy hogy különböző okok miatt, főleg morális okok mm. miatt nem biztos, hogy jó, hogyha maga a gép önállóan dönti el a dolgokat. Ilyen az orvosdiagnosztika. Tehát a, a bizonyos területeken, különösen a képalkotó eljárásokból történő diagnosztizálás területén és egyes betegség típusokban a gépek most már jobbak, mint az emberek. Tehát egyszerűen jobb diagnózist mondok, mert sokkal nagyobb adathalmazon dolgoznak, ők több millió képet tudnak áttekinteni, tehát egyszerűen jobbak. Tehát százalékosan, tíz százalékokkal verik meg most már a, ja. a jó orvosokat is. De mégis, hogyha én beteg vagyok, én nem nagyon gondolom, hogy jó lesne, hogyha nem egy orvos közölné velem a diagnózist. Tehát, hogy egy, legyen egy, egy beiktatva egy, egy szűrő, legyen beiktatva egy, ö, egy, egy emberi lény. Én azt hiszem, hogy a, 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 jogi döntések kapcsán ez az aggály, ez szintén ugyanebből fakad, hogy, legyen már valaki, aki, tehát nekem egy ember mondja már, meg nézzen rá egy ember is erre a dologra, mielőtt az életemmel kapcsolatban egy fontos döntést megkapok. Már ez lehet ilyen generációs probléma is, hogy lehet, nem hogy bennünk tudom. még bennünk van ez az igény, de minél több ilyen, ilyen mesterséges intelligencia ember kontaktus ilyen létre, annál inkább fog ez gyengülni ez az igény bennünk. Hát azt nem tudom megmondani, hogy ö, hosszú táv, igen. Tehát, automata pénztár, lehet, ugye ez a kedvencem. Lehet, igen. Nagy igen. közért van, két pénztáros sül és üti a tételeket, igen. és ott pedig az automata pénztár van. És egyszerűen elkülönülnek a generációk, igen. akik mennek a, igen. a pénztáros kisasszonyhoz, és akik meg leolvassák a izével. Tehát ez egy ilyen, valahol itt lesz itt is a különbség. Hogy... Igen, hát ez, ez, ez nagyon könnyen elképzelhető. Az meg, hogy hosszú távon mekkora változások lesznek, azt meg, az nagyon nehéz megjósolni. Tehát, hogyha valaki azt mondta volna a 16. századi, egy 16. századi embernek, hogy eljön majd egy korszak, amikor majd az emberek többsége nem hisz Istenben, akkor azt hiszem, hogy, hogy oda volna magát a földhöz, vagy azt mondta volna, hogy ilyen, ez teljes, teljesen elképzelhetetlen. Aztán eljutottunk ebbe az állapotba, és, és, ugyanígy nagyon nehéz megjósolni. Tehát az, hogy milyen attitűdjeink lesznek mondjuk száz év múlva, az borzasztó nehéz megjósolni, és lehet, hogy igaza van lehet, hogy ez csak egy mostani pillanatnyi állapot, és mondjuk 50 év múlva már a, 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 a ja. utánunk következő generációkat egyáltalán fogja zavarni az, hogy egy gép, sőt ki fogják kérni maguknak, ha ők róluk mondjuk egy orvos készít diagnózis, meg az mert olyan... tudják, hogy ő sokkal pontatlanabb, mint a gép. Egyrészt meg találkozni egy emberrel, az olyan piszkos, az olyan valahogy olyan veszélye. Nem, mert mégis csak még jobb, egy ilyen tiszta. Ez... Hát nehéz, ez meg, meg jó, sor, jó sor, napot igen. kívánok a földgömbölyű. Igen, igen. Kend. De, hogy a... de nyilván ezek, ezek, ezek persze működnek, hogy működnek, de mondjuk azért voltak bátrak a Kurzweil-nek a könyvében, például, amit volt szerencsém azért átrágni, az, azért, azért ott ő elég, elég pontosan fölvázolja a Tehát ő az nem viccel, tehát azért fel. Fel, okay. a kurcfénynek a, a szingulitása. Ez ja, a a, nagyon híres könyv, így igen, van. Igen, Hát azt mondja, hogy 40 környékére ez fog következni. Mm. De azért ő nem mondja meg pontosan, hogy ez miben fog megnyilvánulni. Ja. Hát most azt olvastam, hogy például a fordítóprogramokkal kísérleteztek, és azt mondták, hogy ők a, ő szerintük, legalábbis akik gépi fordítás nyomán egyébként fordítói tevékenységet mm. végeznek, ők azt mondták, hogy amikor a fordítás nyomán a utómunka nullára csökken, tehát nem kell a gép után egyáltalán semmit takarítani, javítgatni, sem szintaktikailag, sem. Nem, műfordítással szintaktikailag sem pedig hanem, nem műfordításról. A, de nem tudom, hogy ők mire Mert gondoltak, az de azt mondták, hogy ha megszűnik az utómunka, tehát teljesen uh -huh. át lehet engedni azt a fordítást, ki lehet adni a kezünkből, mint végleges és jól elkészült. Akkor, akkor elérkezett a szingularitás. Most tehát, hát érti, hogy mire, mire gondolok? Nagyon nehéz ezt definiálni, hogy mi az a pillanat, amikor a szingularitás bekövetkezik. A gépek számolni már most is gyorsabban számolnak nálunk, tehát ebben már sokkal jobbak. Részfeladatokban teljesen nyilvánvalóan sokkal jobbak. Ugyanakkor most már csevegésbe, amikor össze kell foglalni a, egy bármilyen ismeret halmazról, kell írni egy kétoldalas összefoglalót, ebben már sokkal jobbak, akkor elérkezett a szingularitás, most már itt van a szingularitás, hogyha ezekben a résztémákban, ez vagy even, akkor lesz, amikor ja. majd a gép érzelmeket is mutatni fog, vagy öntudatra ébred? A kérdés, ez kérdés meg... rossz, szerintem a nyilván igen, kérdés rossz, igen, a szingularitás de... mindig itt van, sose jön el, tehát ez teljesen felesleges. Igen, 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 igen. A... én is mikor, ezt mondhatjuk ki azt, hogy mit tudom én, összeomlott a, a lufi kereskedelem. Hát sosem mondhatjuk ki, mert egy pont nem lesz, hanem egyre fogynak, egyre kevesebb lutbalom van, aztán már még de lesz pár, és akkor valamikor már Hát igen, nincsen meg hogy ez a, válság, és milyen, ez most egy olyan mély válság már, hogy már ilyen, ennél már nem Nincs lejjebb. Nincs lejjebb, aztán mindig van. De, de, hogy közben én néztem, hogy milyen egészen rengeteg hír jelenik meg, amiben szerepel a mesterséges intelligencia kifejezés, de például az, hogy a, hogy a NAV, tehát az adóhivatal, a Magyar Avódi Hivatal be, hadrendbeállít ilyeneket, hogy az adócsalást szűrjék ki. Erre például nagyon jók, nem? Hogy hogyne. a mintában hogyne. észrevegyék, a, a Mátrixban észrevegyék a macskát. Ez hogy ne? ez így van. Sőt, Ugye ez a fajta, mert ami ez már korábban is volt, és akkor nem mesterséges intelligencia, hanem a big data diskurzus uh -huh. alatt jelenítették meg ezt a témát. Tehát az, hogy ugye nagyjából a 2000-es 2000 évek eleje óta nagyon sok adat összegyűlik az interneten, meg a szenzorokból, meg, meg különböző adatbázisokban, és akkor ezekbe lehet keresgélni mintákat. Ugye ez a big data diskurzus az arról szólt, hogy ezek között a minták között összefüggéseket találjanak. Uh -huh. Ugye a nagyon híres eset amit mindig szoktak idézni, ez a Target ügy, ahol ugye megjósolta, vagy a, a, a gép ugye kiküldött egy gratuláló levelet a, a 16 éves kislánynak, hogy mm. gratulál, hogy terhes, pusztán a vásárlási mintázatai alapján, és hát igaza volt a rendszernek, mert tényleg terhes volt a kislány. Mert hogy, a, mert hogy olyan mintázatokat mutat a, a, a terhes hölgyeknek a, a, a vásárlás a második trimester elején, amelyek, amelyekből szinte, hát ugye 100 biztonsága soha nem lehet Ilyen. ilyenkor, de nagyon-nagyon nagy valószínűséggel lehet következtetni arra, hogy ő terhes. Tehát erről van itt szó, hogy nagy adathalmazokban az összefüggéseket vizsgálják, Ezekről persze természetesen egyébként nem tudok én se semmit, hogy, hogy mit vizsgálnak, csak legfeljebb tippelni tudok, hogy, hogy, nem tudom én, a, hogyha ő látja, ugye most a NAV rálát a, 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 mindenféle ugye a online pénztergépek adataitól kezdve. Is egy volt. Szóval elég... Azért itt ezeket, hogyha elkezdem összefuttatni, akkor, akkor érdekes dolgok tudnak kiderülni. És er, ebben például ebben biztos, hogy nem vagyunk, tehát ennek sokkal jobb nálunk, mert hogy ugye ez, 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 az a feladat, ahol tehát a, végtelen, a végtelen figyelemösszpontosítás és a nagyon nagy egységeknek a egyszerre szemlélése, ami azért nem egy emberi Hát persze, hát hogyha az orvosdiagnosztikáról beszélünk, egy orvos találkozik, mondjuk még egy nagyon jó, nem tudom, röngen orvos is találkozik, mondjuk legfeljebb ilyen ezres vagy tízezes nagyságrendű uh -huh. röntgenfelvétellel. Most egy gép megtalál, meg, nek, meg, nem jelent problémát adott esetben mondjuk 10 millió röngenfelvételnek az elemzése sem. Tehát ez, ebben nem tudjuk megverni a gépet, tehát ebben mindig meg fog verni Mert bennünket. A... egy kutató mennyit tud, el, tud mondjuk egy napi egy cikket, vagy kettőt el tud olvasni. Tehát van, megvannak a korlátai nyilván, ami, amelyek működnek, és nem véletlen, hogy az adóhivatal első között lép, hisz az egy hely, ahol, hogy megbízhatóan, folyamatosan nagy mennyiségű adat áramlik be, nem tudom hány évre visszamenőleg, ezek a területek... Egyébként nem tudom, mire működnek. használják, mert a sok mindenre lehet használni nyilván, de de, mert az ÁFA csalástokat hát az attól milyen adó nembe én nem tudom. Olvastam én is erről, de nem tudom. konkrét, szám, és akkor elkörüldik egy bizonyos, azt most megnézi az de ÁFA megfizetések. Az, az... Ez egy általános, ö, általános az... felhasználható technológia, így van olyan, mint a gőz, meg a villamosság. Hogy, nyilván ez nem hogy mind a... bármire felhasználható. Ez a könyvtár, hogy, hogy ne menj az internetre, mert ott nagyon rossz dolgok vannak. Hát egy könyvtárban is rengeteg rossz dolog van, azért találjuk meg használni, hogy. Hát, hogy unalmas könyv, hát az nem is. Arról nem is beszélve. De hogy, a, de hogy ez, és hogy akkor innen kezdődik a veszélyérzet, nem? Hogy hát úristen a NAV egy, és egy gép, és hát ez hát az, az nagyon veszélyes rám, hát olyan dolgokat kideríthet, amiket egy élő ember soha, és akkor mi másban lehet még így? Hát fél. az van, hogy azért azt látni kell, hogy a technológiai újításoktól mindig volt egy félelem. Tehát szerintem oh. ebben a dologban nem különbözünk mondjuk a 19. század elejétől, amikor ugye bejött a, bejöttek a vasutak. Van egy nagyon jó kis könyve, a James Manager, ez egy szociológus, uh -huh. aki a információs társam gyökereit kutatja, és akkor a könyvében kö közé tesz egy plakátot, egy állati jópofa plakátot a, 19. század elejéről, amiben egy ilyen civil ö, csoportosulás ö, tiltakozik a vasútépítés ellen, és akkor ilyen szövegek vannak benne, hogy anyák, hát ah, keljetek fel, és tiltakozzatok a vasút ellen, mert gyermekeiteket el fogja gázolni keresztül. E -e. Tehát, és akkor egy ilyen Igen. egészen hisztérikus hangnemű dolog, és akkor az ember mosolyogva olvassa, hogy ezek időről időre, mikor egy új technológia bejön, akkor, akkor, akkor keletkezik egy ilyen hype, meg hiszti körülötte. Szerintem most ebbe a fázisba vagyunk, hogy az emberek nagy többsége uh -huh. megrettent ettől a dologtól. Egyébként a csecsipiti tudása valóban olyan, ami, ami meglepő, tehát hogyha az ember nem követte nyomon a fejleményeket mondjuk a természetes nyelvfeldolgozás területén, uh -huh. akkor meglepődik tőle, hogy úristen milyen jól tud ez a gép csevegni, de én azt gondolom, hogy, hogy ezek aztán elmúlnak, ezek a félelmek, a technológia a helyére kerül, elkezdik különböző helyeken alkalmazni, és azt én nem mondom, hogy nem rejt kockátokat és veszélyeket, de az ember egy nagyon adaptív lény azért. Tehát azért elég jó tud adaptálódni. Meglepően jól tud adaptálódni. És én azt gondolom, hogy szerintem jó fog tudni adaptálódni ehhez az új technológiához is. Oltás elleneség, nem kell messzire menni, ugyanez a történet, ja Istenem, Igen, valami Igen. Be. És hogy a, persze, a de hogy itt látok egy nagyon erős, és azért mondom, hogy talán nem a többség, aki ettől tart, mert egy nagyon erősen optimista vonalat is látok ebben. Honne? Akik a megváltást várják ettől, gyakorlatilag a, a, a reményt jelent a mesterséges intelligencia. Olykor ezek is túlzóak Nyilván. természetesen, de azért ö, én, ha, ha ezen a, ezen a skálán valóban el kell helyeznem magam, akkor nem középre helyezném, hanem az inkább az optimista én oldal is. felé, mert azért Hogyha jól belegondolok, csak én mindig ezzel a példával szoktam jönni, például ez a precíziós mezőgazdaság. Tehát az, uh -huh. hogy, az, hogy ö, képesek ö, vagyunk például, ugye, hogyha a szenzorok megfelelő mennyiségű szenzor van, és <coughs> ezek ugye a termést, meg a termőtalajt is figyelik, meg az időjárást is folyamatosan figyelik, és például felütik betegségek a fej, fejüket az ültetvényen, akkor képesek ezeket a betegségeket azonnal fel is menni, és csírájában elfolytani. Tehát nem kell végig permetezni nem tudom hány hektárt, ja. hanem el lehet folytani csírájában ezt. És, és, hát ugye nem sorolom tovább az előnyöket, azért itt van Na, de fontos, olyan... Mert azért olyan, fontos, mert a... mert itt fogható meg, hogy tehát nem kell például mindenhol egyenletesen műtrágyát szórni, mert így megmondja, hogy hol van. Így van, a talajállapotát folyamatosan rengeteg, tudja mérni. Rengeteg előny Próbáljuk ezt elképzelni egy ilyen világot, ahol, ahol ilyen szinten ö, képesek ezek a, ezek, a, ezek a, ezek a gépek vigyázni ránk, ha úgy tetszik, és a és akkor mindjárt egy kicsit pozitívabban látjuk ezt a dolgot. Igen, mert hogy a NAV az teljesen jó dolog, meg, az a, meg hogy ja Istenem, az újságírók elvesztik az állásukat, de hogy közben valójában a politikusok állása van egy picit veszélyben, mert a mesterséges intelligencia, na arra például tökéletes, hogy egy demokratikus rendszert valamilyen szinten üzemeltessen, és a kisebbségi jogok nagy, tehát többség véleményét felmérje, ott például elég, ott látom a, látom Igen, a lehetséges kifutást. Ö, hát a szakpolitikus Politikai döntéseknél szerintem ö, 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 egyébként fogják is használni. Nyilván. Tehát, ö, tehát, ó, jó, én is erre az, mert, az tehát, A közpolitikában a célok, a célok, ugye pont ezt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligencia erre nem alkalmas. Tehát célokat nem tud kitűzni. Célokat nem tud, nem tud maga elé tűzni. Ha egy cél tűzünk elé, akkor képes ezt a célt autonóm módon követni, ahogy ugye a definícióból Nyilván. ez fakad, de önállóan ő nem tud célokat kitűzni, de abban egyetértek, hogy bizonyos szakpolitikai kérdésekben sokkal egyszerűen sokkal ö, jobb, és a döntés előkészítésben szerintem ezt Veledetlen, fogják is hamarosan használni ezeket. Hát ezek. igen, mert pont az a baj, amikor szakpolitikai célokat alárendelnek általános politikai céloknak, hát, és a mesterséges integráció pont ezt iktatná ki, hogy ő aztán tényleg azt nézni, hogy akkor ott bármilyen területen ott mi a... Igen. Ez, hát, ezzel kapcsolatban vannak, vannak szkepszis, van némi szkepszis bennem, hogy uh -huh. a politikusok át fogják -e engedni ezt biztos akármennyire is, de az, hogy használni, használni lehet bizonyos területeken, részterületeken, az, az egész biztos, és egyébként szerintem fogják is, valószínűleg fogják használni. És ahol a legtöbb pénz van, ugye, az, az, a, az a hadsereg általában, ott, ott azért, ott ott van az a húzó ágazat. Az autonóm fegyverrendszerektől kezdve a nem autonóm fegyverrendszerek, csak az elemzők, a, a szoftverek. Hát hogy ne, ez, ezen a területen egyébként szintén olyan fejlesztések vannak, amik egy részéről egyébként nem is tudunk. Ha de jelent. az, hogy, az, hogy adatokat gyűjteni a harctéről, mindenféle forrásból, ugye ez a, ez a többféle forrásból adatot gyűjteni, és itt tényleg az van, hogy még a, a, az ellenség ö, ö, katonáinak a, a privát ja. telefonbeszélgetéseitől kezdve az időjárási adatokon keresztül a, a járművek mozgásáig, a műfolt felvételeket, ezeket ugye lehet integrálni. És ez a, ez a hatalmas integrált adathalmazból nagyon jó döntéseket lehet hozni. Egy nagyon jó mesterséges intelligenciával, vagy szoftverre. Ezek, ezek léteznek, ezeket, ezeket használják, és nyilván egy részéről nem tudunk semmit. A másik ez, a, ez az autonóm fegyverrendszerek. Uh -huh. Itt ugye mindenféle etikai agályok merülnek fel, és amennyire tudom, van is egy eléggé harcos csoport, aki küzd az ellen, hogy ilyen fegyverek killer robot. Így van, pontosan. Uh, rendeztünk egy konferenciát az etemen, uh, azt hiszem, két évvel ezelőtt, és ott, uh, ott megjelentek egyébként az éteven, ezek a, ezek ennek a csoportnak a tagja is. Aranyosak voltak, tehát nem voltak ők agresszívak, vagy ilyesmi, de hogy Nyilván. ez egy nagyon erős létező mozgalom, hogy ne legyen. Uh, az a rossz hírem ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg ezt a döntéshozók, meg akik ezeket a fegyveren rendszereket, azok egyáltalán nem foglalkoznak egyszer, hát, tehát ezeket is. szerintem tervezik, és ez valószínűleg azért van így, mert, mert hogyha az ellenséges vagy a másik oldalon álló nagyhatalom fejleszt ilyeneket, akkor én nem állhatok le drággal, nadrággal, ö, ja. ö, hanem nekem is, akkor el kell kezdenem fejleszteni. És ez valamilyen szinten természetesen egy etikai kérdés, de egy másik szinten egyszerűen egy világhatalmi Már szerintem fordított etikai kérdés. Tehát pont azt látom, hogy abban az esetben, hogyha diagnó, orvosi diagnózisról van szó, és azt akarom, hogy nagyon jó, jó, de egy orvos azért mégiscsak erősítse meg nekem, ő mondja el. A háború esetében pont fordítva, hát. nem a tőlünk egy embertől sokkal idegenebb erkölcsileg az, hogy megöljünk egy másikat. A robot egyáltalán nem hát akkor miért ne csinálja ő? Tehát, hogy közben épp ez a lényeg, hogy a, itt igen, a... de itt is az van egyébként, mint amit mondtam a jogászoknál, meg az orvosoknál, hogy van egy utolsó fázis. Az, jelenleg, jelenleg, egyébként egy elfogadott dolog, hogy legyen egy beiktatva egy utolsó fázis, igen. amikor rámondja az igent az, az, az ember. De a célnak a, 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 kijelölése, az időpontnak, a meg, fegyvernek a megválasztása, tehát ezek, ezek a dolgok már most is gépi döntéseken múlnak, és valószínűleg a jövőben még inkább, még inkább, ez lesz, mert egyszerűen a gép tudja összesíteni ezt a rengeteg adatot. De hogy, hát, ilyen... ez megint az a kérdés, amire már egyszer már beszéltünk uh -huh. erről, hogy vajon vajon meddig lesz ez így, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy de a legvégső döntést És azért az egy ember hozza is meg. Felesleges, látjuk. Az igazából egy biztonsági szelep, hogy nehogy, kicsu, nehogy azt érzi, hogy kicsúszik a kezünkből igen, ez igen. a történet, holott az a végső, hát azt úgyis csak... Úgy azt fogja mondani, hogy olyan esetben, amikor az összes erre mutató jel összeáll, akkor nem fogja azt mondani, hogy na, mégse, mert hogy a háború az a borzasztó, hogy ez önmagában egy morális kérdés, hogyha a kőbaltával akkor is, mert arra van szó, hogy oda kell mennem, egy tök idegen embert fejbe kell ütnöm. Tehát az ennél rosszabb morális helyzet nincsen. Hát ez egy, igen, ez egy nagyon nehéz dilemma. Ez, ez egy nagyon De nehéz az, hogy, hogy, hogy a stop killer robot az, 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 a mozgalom létezik, meg hogy van egy ilyen, az, az meg teljesen logikus, hisz ugye egy picit meg az is van tényleg, mint az orvosnál, hogy hát ha engem már valaki megöl, akkor egy ember öljön ne, meg, ne egy ember. traktor. Hát, de tényleg szóval ez úgy az traktor. Hát, vagy bármi, ami szembe jön. Igen, én is azt gondolom, hogy erre a mozgalomra nagyon nagy szükség van. Szerintem nagyon helyes, hogy ilyen mozgalom van. Ez is egy hang, aminek meg kell szólalnia. Én csak annyit mondok, hogy nagyon valószínű, hogy ez a hang, nem ez a hang lesz, amelyik ezt a problémát végső soron eldönti majd. De az, hogy harcolni Hol kell ellenemek, hapja. ezt a szempontot be kell hozni a társadalmi diskurzusba, és erősen mondani kell, hangoztatni kell ezt a szempontot, a tökéletesen egyetértek. Hát jé, ettől jé. vagyunk emberek, hogy sok szempont van, és a vitákban ezek a szempontok, ezek mind helyet kapnak. Viszont a valóság az, hogy nem az állatvédők jelölik ki a vadász Ez a helyzet. És igen. ez így is fog maradni. Ez a helyzet, szörnyű, igen. biztos néhány szempontból így szörnyű, van. de hogy ez a világ. De azért mi? már mondjuk bundát nem lehet hordani, mert nem illik például hordani. Tehát változnak az idők azért. És Na, erre mondtam az a, a lassú változás, Igen, ezt mondtam, hogy a, a régen megjelent valaki 65-ben egy ilyen műszálas műszörbe, ezért, hát az valami visszat, ez olcsó. A miféle, volt. Milyen olcsó János Most Meg iszonyú menő. Most igen, egy színű vízé, nem tudom. Tehát ez jó, ezek jó dolgok, amik működnek. Viszont egy picit visszatérve ugye erre, erre a, erre chat, chat, robotra, itt történt valami valós áttörés, vagy, vagy ez csak, tehát ez valami korszakhatárt jelöl, vagy csak napvilágra került valami? Amit hát a, 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 valós, az áttörés, amennyire én tudom, ennek a technológiának a legapróbb részleteit én nem értem, de az áttörés az valamikor 16-17 táján történt meg, uh -huh. Ö, és szerintem, és főleg a, a, ez egy mennyiségi változás volt. Tehát az, hogy a paramétereknek a száma megnőtt, amelyek feltanítják a gépet. Ugye itt arról van szó, hogy a, a gép matematikailag ábrázolja a szöveget, és ebből a matematikai árvázolásból paraméterek születnek. És hogy ez a paraméter halmaz, ez ugye eljutott ebbe a milliárdos nagyságrendbe, ez egyébként a fordítások minőségét is megjavította. Nem tudom ki, én rendszeresen használom a Google fordítót, és használom viszél, a 2000-es évek vége óta. amióta egyáltalán hozzáférhetően használhatom. Igen. Tényleg vicces. Nem, ö, nem, volt ott, nem volt nagy fejlődés. vicces volt, mint. Igen. De, 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 de az utolsó években ja, ott is érten, volt. Igen. Tehát a 16-17 tájékán ott is egy áttörést lehetett érzékelni. Én szerintem egész, most, most, már teljesen normális fordításokat tud adni, még a, még a magyar, mint viszonylag kis nyelv és angol viszonylatba is, de a világnyelvek viszonylatában, tehát egy, egy angol-németbe nagy, nagy áttörés volt. Én tehát a DeepL t igen. használom, az egy másik a DeepL egy ilyen az, az is, de Igen, igen, hát ezek, a, a, igen, ezek mind neurális hálón alapulók, és, és mind érzékenyek arra, hogy a paraméter, mekkora a paraméter szám, és, és hát itt, itt volt egy hatalmas áttörés a, a tízes évek legvégén. Látni nem láttuk, a, a, a csevegő Robotok kapcsán ezt, a, ezt nem láttuk, uh -huh. de, ö, ö, de de itt is volt, és ez lett most nagyon látványos, meg, meg egyszerűen közzétették. Tehát a hétköznapi Igen, emberek is hozzáfértek, ö, és ettől lett ez ekkora dúranás hogy milyen távol áll ez az, az egész történet az emberi intelligenciától, az ugye, az tényleg az az, az, az látszik, hogy ezek tényleg harapófogó, kalapács, fúró. De annyira számok, hogy még véletlenül sem kerülhetnek át egy másik szakterületre. Egy egy orvosi, diagnosztikai, mesterséges intelligencia Persze. az nem fogja tudni megmondani, hogy hogy kell a földet rágyázni, mert ezek összekötése... Egyrészt azért, mert tök különböző fejlesztések zajlanak, másrészt meg erre az igény sincs meg igazán, hogy létrehozzanak egy központi agyat, ugye, ami másik félelem, a nagy igen, központi igen, agy. De hogy erre, ez irányba nem indul a történet, bár lehet egy ilyen végkivenetele. Az, hogy mi lesz a végkimenetel, mi lesz 20 év múlva borzasztó nehéz megjósolni, de jelenleg valóban nincsenek ilyen fejlesztések, és valóban különböző technológiákon is alapszanak. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy a képi feldolgozás, tehát a, ez a perception, tehát a képi, uh -huh. képi információknak a feldolgozása, az egyébként matematikailag, számítástechnikailag, módszertanában mennyire más elveken alapszik, mint mondjuk a természetes nyelvfeldolgozással uh, son alapuló rendszerek, akkor akkor valóban az van, hogy itt teljesen különböző célszerszámokról van szó, amelyek amelyeknek a képességei egy emberben mindben minden képesség megvan, ugye adott, mert ugye mi látunk is, meg beszélgetni uh -huh. is tudunk, meg mind. Minden, de egyelőre ezek ö, nagyon különböző területeken zajlanak ezek a fejlesztések, és valóban nincs szó egyelőre ezeknek az összekapcsolásáról. De lesz ö, egy ilyen VHS Betamax pont majd egyszer, hogy az egyik el, elhúz és egyedülalkodóvá válik? Mert hogy, ezt vagy nem, itt nem, nem, olyan? nem hiszem, mert a különböző területeken szerintem most már vannak egyedülalkodó módszerek. Tehát a 6 az van, hogy az egyik a, igen, méterben számol, a másik nincs tehát Nem, nem, szerintem most már nagyjából ezek kialakultak, hogy melyek azok a technológiák, amelyek ezeken a rész a legjobbnak számítanak. Az egyébként nem jelenti egyáltalán azt, hogy egyszer csak nem jön egy jó, újabb jó, felfedezés ilyen. és egy újabb technológia. Egyébként talán a neurális hálók azok egyébként 30 éve léteznek. Tehát, mint elvesült, már 40-es évekbe leírták de a, 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 a mennyiségi, ez a mennyiségi ugrás, ez főként azért következett be, mert a 40-es években nem állt elég adat rendelkezésre. Tehát meg, megjelent az internet, az interneten a szenzorok, meg a, meg a, meg a weboldalak, meg a, meg a, közösségi média felületek, meg, a, meg, a, meg hát főleg ez az IoT, tehát a, a, uh -huh. a Internet of Things, tehát a, 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 a szenzorok és egyszer csak lett irdatlan mennyiségű adat. Tehát az, hogy ilyen, ilyen irdatlan mennyiségű szöveg, hát a 80-as években is volt már természetes nyelvfeldolgozás, meg volt, ö, számítógépes nyelvészet, ahol néhány millió szavas korpuszokon végeztek mindenféle Igen. vizsgálatokat, meg elemzéseket a nyelvészek. Tehát a számítógépes nyelvészet, mint műfaj, az létezik a 80-as évek vége óta. Ami az áttörést meghozta, az az, hogy egész egyszerűen tíz nagyságrendel nagyobb mennyiségű szöveg áll rendelkezésre, amiatt, mert az interneten mert minden felkerül az internetre. És itt a vasas szűk keresztmetszet még mindig a, a processzorok, a. a tehát ez, ott, ott hát, az a. Szűk eh, ahogy része. hallom, olyan el, elképesztő mennyiségű energiát elhasználnak, a, 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 ugye az is nem a, a, korlátos most, hogy kiférhet hozzá a chatgpt GPT-hez, meg, meg, meg ugye most keresik a, a, ilyen tesztelőket kerestek, meg nem tudom én, mert, mert egyszerűen borzalmas mennyiségű energiát elhasználnak. De egyébként ezzel kapcsolatban is úgy tűnik, hogy lesz majd áttörés, tehát hogy jóval kevesebb energia fel használással is lehet elérni ugyanazt az eredményt. Sőt, egyesek azt mondják, hogy még ez a sok 10 tízmilliárdos vagy százmilliárdos halmas se kell majd hozzá. Tehát mindig jönnek új matematikai módszerek, uh -huh. mindig jönnek új számítástechnikai megoldások, amelyek, amelyek egy picit, picit ezt jobbá teszik. Jelenleg a vas valóban korlát, és és az energiafelhasználás is igen. korlát. Tehát, hogyha itt most mindenki elkezdene a összes lakosa elkezdene ilyen chatgpt szerű ö, ö, szoftverekkel játszani, vagy asszisztenseket használni, akkor akkor az elég nagy baj lenne. Hát elég csak a bitcoin bányászatra igen, gondolni, igen, ami igen. hirtelen igen. így megdőltek ilyen országokban. az egyik pontosan, oldalon ami voltak, pontosan, pontosan, igen. Ami... Pedig ott egyébként egy, csak egy matematikai feladványt kell megoldani igen. a gépnek, hogy hogy ugye kibányázzatok. De az, az, de, az, de az azért eszi, a, eszi az áramot. Általában az van, hogy az Egyesült Államok és Ázsia, ugye igen. ők, a, ők a, az ászlóshajók, hajók, és az Európai Unió elméletek szerint egy kicsit le van maradva, de mi konkrétan hogy állunk ebbe a történetbe? Mert itt azért elég halott nagyon jó híreket is, hogy azért a szóval mi azért rendben vagyunk ezen a területen. Magyarország. Igen, uh, sokan mondják, és ez igaz is, most voltam ezen az AI Expo nevű rendezvényen, uh -huh. ez a vasúttörténeti parba volt, és uh, és ott úgy láttam, hogy, hogy mutatták a fejlesztéseket, azok a, azokat a fejlesztéseket, amik egyébként zajlanak a bmi meg, meg egyetemeken, meg mindenféle más helyeken, hogy Főleg a matematikai, mi erős, elég erősek vagyunk matekban, és, és ez a matematikai háttér, ez egy elég szilárd alapot ad ahhoz, hogy Magyarországon ezek a fejlesztések, fejlesztések megvalósuljanak. Ugye a kormányzat kifezterá rá is feküdt az autonóm járművekre, ugye van ez a Zalazon, ez a tesztpálya, és e körül egyébként kialakul, vagy kezd kialakulni egy ilyen ökoszisztéma is, tehát ebbe se vagyunk vagyunk rosszak. De általában egyébként Európa eléggé el van maradva, az amerikai meg a ez az csak azért rályi... nem lemaradtak, és reagáltak, vagy egyszerűen olyan pénzek vannak, hogy Kínában látjuk, milyen összegek mennek bele, felfoghatatlan pénzek, vagy, vagy mind a kettő együtt? Nem, szerintem a pénz inkább uh -huh. a, a itt a probléma, meg az egésznek a struktúrája. Tehát ugye az európai piac az széttöredezett, rengeteg nyelv van, tehát hogyha most a természetes nyelvfeldolgozási technológiákról beszélünk, Hú. akkor sok nyelv van, sok pici nemzetállam, Amerika meg egy egységes nagy piac, Kínában meg még ráadásul ott van a központi akarat, és ugye, tehát ott van egy erős politika. Ilyenkor központi... előny. Hát igen, az a baj, hogy egyébként mikor a Holdra mentünk is előny volt, hogy igen. volt egy erős központi elhatározás. A, 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 Nyilván lehet, nagyon sok szempontból egy ilyen nagyon erős központi akart nem mindig jó, de, de, de amikor ilyen, ilyen projektekről van szó, akkor jó. Ráadásul meg Amerikában ugye a befektetésnek a, 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 a piacnak a struktúrája is, tehát hogy a befektetések, amelyeket a kockázati tőke alapok, ugye? Tehát olyan, annyi tőke mozog, hogy a jó ötletekre ráugorjon, ami Európa, egyszerűen Európának nincsen ilyen infrastruktúrája. De Úgyhogy, és hát akkor külön. még van egy kicsit az adatvédelem is, azért azért be, 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 bele játszik, ezt én nem szívesen hegyezem ki erre a dologra, mert, mert valószínűleg nem ez a fő oka, de azért ez egy picit azért benne van, hogy a Európában van egy elő elég erős a személyes adatok védelmére vonatkozó rendszer, ami például Kínában nincsen, tehát az, hogy ott ők különböző platformokon gyűjtik az adatokat gátlás nélkül, az, az köztudott, ehhez képest Európában azért Azért, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy ő egy olyan alkalmazást akarna fejleszteni, amelyik, amelyik ö, közösségi média felületeken található adatokból ö, végez bármilyen következtetést, hát akkor ezt nem igazán tudná megtenni. Részint azért, mert a közösségi média oldalak azok nem európai kézbe vannak, nem hanem amerikai megengedett óriások kezébe vannak, részben meg egyébként adatvédelmi megfontolások miatt sem kicsit tényleg, hogy a morális szempont hátráltatja ezt a dolgot, hát, és igen. hogy és önkör, ez tényleg egy érdekes kérdés, hogy hogy oké, okay, megengedhetjük-e azt magunknak, hogy például Kínával szemben egy nagy hátrányt halmozunk fel azáltal, mert ugye Kína az internet segítségével, nem csak a kínai Facebookról vagy Webo-ról gyűjtő hát, adatokat, ugye hanem az a világon edéken. mindenhol. Hát, és hogyan? hogy mi meg ugyanazokat az adatokat, amiket mi állítunk elő, nem kezelhetjük etikai megfontások miatt, ezért ők hopp, előre mennek és megelőznek. Igen, ezt egyébként felismerte az Európai Unió is, tehát azért ott se teljesen tökkelütött emberkék ülnek, és két megoldást próbálnak most bevezetni vagy alkalmazni ennek a, ennek a problémának a feloldására. Az egyik ez, a, ez az anonimizálás, tehát hogy, a, hogy, yeah. hogy, hogy, hogy ami, ha a személyes adatokat is fel lehet használni, hogyha nem köthetőek személyhez, tehát attól még a személyes adat, a személyek által generált adatok attól még nagyon értékesek, hogyha amúgy a személy nevét, az a visszanevesíthetőségét, az azonosítatóságát azt kivesszük belőle. Ez az egyik. A másik, hogy most létre akarnak hozni ilyen adatközvetítői, ilyen adatnagykereskedői, vagy adatközvetítői ö, ö, szervezeteket, uh -huh. vagy, vagy ösztönözni akarják ilyen szervezeteknek a létrehozatalát, amelyek ezeken a piacokon összegyűjtenék az adatokat, többek között anonimizálnák, összekapcsolnák, és és ez lenne a forrása, a nyersanyaga, ilyen adatnagykereskedőket akarnak. Tehát azt szeretnék, hogyha létrejönne minél több ilyen adatnagykereskedő, ami különböző forrásokból begyűjti az adatokat. Ezt egyébként részben minőségileg is garantálja az adatoknak a, az adatoknak, a, 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 tehát a minőségét is tudja garantálni, megfosztja a személyes jellegétől őket, és aztán utána e, tud ezeket az adatokkal e, e, kereskedni. Tehát, hogy nem tudom, hogy be fog-e jönni, egyelőre ez szerintem egy jó, jó pofa ötlet, hogy fog-e működni ezek az adat data intermediary-nek nevezi uh -huh. ez, a, ez a data governance-ekt, adatkormányzási rendeletnek fordították magyarra, melyik Bénán, ez... Tehát vannak. Tehát Európa felismerte ezt a problémát. Dolgozik erősen rajta, de viszont nem akarja feladni a, a, a az ez, ugye a, a személyes adatvédelem mert sokan ilyen, ilyen gát, ilyen felesleges, nem, tudom én, adminisztrációként élik meg, de valójában mögött van egy erős morális, valahogy Igen. mondta, egy nagyon erős hmm. morális megfontolás, hogy egyszerűen mi itt Európában átéltünk olyan, hát vannak olyan élményeink, amelyek, amelyek miatt mi azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha a nagy szervezetek meg az állam, azok a mi személyes dolgainkhoz, személyes adatainkhoz korlátlanul hozzá tudnak férni. Az Tehát ebben bele IBM. kell építeni, IBM-i a harmadik birodalomban, ugye, ez egy kicsit azért olyan, ahol először alkalmazták ezt a technológiát, és hát nem kifejezetten jóra használták, sőt, hát elég rosszra, de nyilván ezek a félelmek öröklődnek, és én nem is gondolom, hogy ezt, ezt a morális gátat érdemes átszakítani, csak hát arra gondolom, hogy kell nekünk külön, hát itt van nagy szövetségesünk, az Egyesült Államok, majd, Kapunk tőlük. Igen, okos, ezt már kevés... hát, egyre kevésbé gondolják uh -huh. így az európai döntéshozók It's is, in. hogy ez, ez így jó lenne. Mert például nem tudjuk azt, hogy. Tehát azért ugye volt itt ez a Snowden ügy. Tehát hát nem tudom, tehát azért. Uh -huh. Tehát van egy-két dolog, ami, amiben. Persze mi szövetségesek vagyunk, meg, 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 Amerika szabad világ vezetője, meg nem tudom én, de hát, de hát azért kiderültek olyan dolgok az elmúlt időszakban, amelyek azt bizonyítják, hogy azért mégiscsak jobb lenne, hogyha, Igen. hogyha lenne az európai polgárok adataihoz az amerikai techóriásoknak nem lenne ennyire elképesztően szabadon, korlátlanul hozzáférésük. Tehát én szoktam mondani, hogy szerintem az amerikai techóriások az európai polgárokról többet tudnak, mint a saját kormányzat. Ez szerintem nem egy normális. Meg a kínaiak is nyilván többet tudnak róla egy normális állapot. Tehát akárhogy is nézzük, és én is, én, én nem vagyok Amerika ellenes, egyáltalán nem, de de, de de akárhogy is nézzük, jobb lenne, ha ez a fajta adatszuverintás, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt, ez, ez megvalósulna. Eleve szerintem kicsit többet kellett volna azon dolgozni, hogy erős európai platformok jöjjenek létre. Tehát nem a platformvilág, a platform, ami a, az, az internetnek a fő ö, infrastruktúrája, a legfőbb ö, infrastruktúrális újítása az elmúlt évtizedben, ezek a, ezek a nagy nincsenek, nehogy európai platformok. A platform ökoszisztémában, a platformvilágban a, a ö, Spotify, az, egy, az első 30 ban nincs, azt hiszem azt Spotify fér be vele egyedül, uh -huh. és az is egy elég szűk területen mozgó kizárólag zene. Ja. Igen, és, ennek a, és ennek a kialakulása is eléggé logikus volt, hiszen aki itt elkezdett és mivel azt hop, kiszipkázták még időben, hisz ők nagyon-nagyon figyelték Ó, mindig az amerikai hát céget. Ez egy nagyon ezeket. nagy baj, ez ez, ez ez a másik. És azt szerintem Amerikában ezt. ezt Európában kicsit benézték, szerintem a szabályozók, meg a hatóságok, Amerikába meg szerintem volt benne tudatosság is, hogy nem fékezték ezt meg. hogy Hát, hogyha ö, fel lehet menni a Wikipédián, van ilyen, hogy a Facebook által megvásárolt cégek, meg uh -huh. a Amazon által felvásárolt cégek, meg a Google által felvásárolt cégek, ezek most már mindegyik, tehát azt hiszem hogy Google-nál kétszázas nagyságrendű. Tehát ahogy megjelentek olyan cégek, amelyek versenytársak lehettek volna, és egyébként európaiak is, abban a felvásárolták őket, és Én. erre senki nem mondott semmit ami hát szóval szerintem itt itt, 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 elkövettünk egy hibát, vagy hát nem én, mert de mondjuk a versenyhatóságok meg a, meg a, politikai döntéshozók elkövettek egy hibát, hogy, és mire aztán észbe kaptak, egyszerűen annyira nagyok lettek már, hogy most meg már nagyon nehéz ellenük bármit tenni. Hát az, hogy rommá bírságolják őket, tehát én nem is tudom, Amerikában folyamatosan perlik az igazságügyi minisztérium is, meg a versenyhatóság is, most már a Facebookot is, meg a Google-t is állandóan peregeti. A vége egyébként mindig az, hogy nem tudom hány mill milliárd do dollárt, meg százmillió dollárt befizet a államkasszába a Facebook, aztán megy tovább minden ugyanúgy. Tehát ez se. Ez ez se igen, az olyan, mint a tüneti kezelés, pont olyan, de a felfejlesztés. Hát Ezt a, meg kell ez volna az elején uja. fogni. A másik része ennek a dolognak viszont az, hogy igen, többet tudnak rólunk Amerikában vagy Kínában, mint, mint a sejtköményünk, de hogy a, a, az adataink kezelése, ott, ott egyrészt nem látok semmilyen tudatosságot, másrészt semmilyen felkészítést arra, hogy miért érték az én adatom, miért kéne azt. Itt aztán teljes sötétség van. Mert az ember olyan. Lény, aki a pillanatnyi előnyökért, amikor a hosszú távú és a rövid távú kockázatokat kell, vagy előnyöket mérlegre tenni, akkor általában a rövid távú előnyök és a rövid távú kockázatok azok, amik, amik dominálnak a döntésekor. Lefordítva ezt a kevésbé filozófikus uh -huh. nyelvre, hogyha egyszer nekem szükségem van egy apra, és bemegyek, és a telefonomon uh, letöltöm azt az appot a, a Google Play-ből, vagy a, uh -huh. az iStore-ból, akkor, akkor nem foglalkozok azzal, hogy egyébként milyen engedélyeket kér tőlem, meg hogy egyébként milyen veszélyeket rejthet magába, meg nem kezdek utána olvasni, hogy és ez az app, négy véletlenül véletlenül a között, a húsz app között, ki, amit feltettek a fekete listára, mert nem tudom én a figyeli, a, 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 vagy ellopja az adataimat, hanem puf, letöltöm, és örülök neki, és ez ellen nagyon nehéz, nagyon nehéz, tehát tudatosság növeléssel nehéz tenni. Én, tehát így van, ahogy mondja, egy picit nekünk is tudatosabbnak kéne lennünk, de szerintem egy másfajta, egy picit másfajta szabályozásra is szükség lenne. Igen. Most sokkal jobban működne. kéne egyszerűen megmondani azt, hogy bizonyos bizonyos, most jelenleg az van, hogy én fejlesztek egy apot, aztán hogyha most csak az apok, maradjunk az apoknál, Igen. mert szerintem mindenkinek egy elég, jól, elég jól, látható, vagy belátható, vagy érthető téma, hogy fejlesztek egy apot, én azt teszek bele, kérésként, hogy én mi az akarok hozzáférni a telefonon, amit csak akarok. Tehát, hogyha a akarom, meg a kameraadatokat akarom, meg, a, meg, a, meg, a, meg egyébként még az SMS-eket is látni, meg en, akkor, akkor, akkor beletehetem. Most ez az, ami szerintem nem szabadna hagyni, tehát itt kéne valami fajta szabályozás, hogy egyszerűen maguknak, azoknak, akik az adatokat elkérik, ez a hozzájárulás alapú adatvédelem, ez egy picit válságban van. Mert, uh -huh. mert valójában az ember hozzájárulását kikérik, akkor tud éppen bármit lehet csinálni, de, de meg kéne a dolgot fordítani, inkább az kéne, hogy akik ilyen, ilyen dolgokat létrehoznak, ilyen alkalmazásokat programoznak, vagy ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, nekik kellene bizonyos gátakat beépíteni, hogy bizonyos esetekben egész egyszerűen nem csinálhatsz meg, semmilyen körülmények között nem kérhetsz el bizonyos adatokat, vagy... vagy... Igen, az EU-ban is látok, az EU-ban látok erre kezdeményezést, Igen. hogy egy kicsit így az etikai, etikai normáknak az összerakása Működjön, miközben ugye persze nyilván, az, tehát nem kezeljük értékként az adatainkat, ha, és ez, ez, a, ez a jobbik eset, letöltünk egy applikációt, nyilván a másik oldalon meg az van, hogyha fölkerült oda, akkor az azt jelenti nekem, hogy az biztonságos. Tehát, hogy azért van ebben a bizonyos, vagy az Apple-nél, vagy a, vagy a Google-nél, ez azért, egyet azért tölthető le, mert ez engem nem fog bántani. Igen, hát a nagy cégekben meg itt ugyanúgy, mint minden más területen a brandnek óriási szerepe van. Tehát amikor cipőt vásárolunk, meg, meg kabátot, meg autót, akkor is a brand nagyon erős hatással van a döntésünkre. Ebben az esetben is teljesen egyértelmű. Nekünk egyébként csináltunk ilyen évről évre végzünk empirikus felméréseket is, tehát kérdőjéves nagy reprezentatív uh kutatásokat a magyar lakosság körében, meg Kelet-Európába, a környező is és ott, ott, ott is ugyanezt a, tapasztaltuk, hogy érdekes módon ezekben a nagy óriásokban megbíznak, megbíznak az emberek, egyszerűen mert a brandjuk nagyon jó. Tehát nem, nem, nem az szerint különül az emberek gondolkodásában a megbízok nem bízok, hogy mondjuk egy állami szerv, és akkor abban megbízok, egy magáncég abban meg nem bízok meg, hanem inkább ez a jó brand, rossz brand, jó brande, a, 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 vagy pedig, és kisebb weboldalak, egyébként érdekes, hogy a kisebb weboldalak esetén, tehát kisebb webállamok, áruházok, uh -huh. ismeretlen weboldalak, ott azért sokkal nagyobb az óvatosság. Hát, hát, hogy az, az van, hogy van, az hogy. Van, van, a véleményekre, megnézem az összes És mielőtt én ottan regisztrálnék, Így és van. elkezdeném megadni akár csak az e-mail címemet is, előtte nagyon alaposan megnézem a weboldalt, hanem egy ilyen ha óriásról van szó. Szóval szóval, hát akkor csak betiltották volna, hát akkor már csak nem lehet. nem csinálhatja ezt, hát mindenki látja, hát ott van, egy ott van egy elefánt, hát az biztos, hogy legális elefánt, mert egy elefánt, hogy kerülne oda. Igen, igen, igen. De hogy Ez nem Igaz. Ez a másik nem oldal, biztos, hogy Európában igaz, igen. meg az állam és a magáncégek között megint csak más a hozzáállás, mert itt az állam is csinál már az emberekkel, hogy azért az se garancia. Van is egy bizalmatlanság egyébként az emberekben. A, ez, a volt, ez a volt a a még jó, nagyobb, igen, nagyobb nagyob valamivel. Egyébként kisebb, mint gondolnánk, de, de, de van bennük, igen, igen, igen. azért, Múló, hogy múlóban rosszabb, van, rosszabb értékeket vártunk. Ezt nem tudom megmondani, hogy múlóban van-e, mert a, ezek a longitudinális vizsgálatok, ezek szerintem még csak egy-két Mennek vissza, tehát ott nem lehet még erről, erről látni, de, de igen. Egy óra eltelt, úgyhogy... Azt a mindenit, minden te jót dolog. beszélgettünk. Ződi Zsolt Jogászok Nemzeti Közszolgálti Egyetem kutatója volt a vendégünk. Természetesen az archívum megtalálja ezt a műsort, de ha majd az nem árt majd még egyszer meghallgatni. De egyébként megkeressék a szakirodalmat. Nagyon jó könyvek jelennek meg mostanában a témában. Ó, azt az elmondhatjuk. Nagyon, abszolút, nagyon, abszolút, jó. jók. Tele van, nem tudom, én most pont olvasom a Frank Pasquale könyvét, ez Aha. a, ez a, igaz, hogy angolul van, de magyarul is megjelennek egyébként jó könyvek, de ez a, a robotika három új törvénye ez a. Ó, oh, nagyon a jó, az Asimovra címe, utal. Igen, címe, igen, Asimov, az Asimovra utal. Nagyon szépen köszönöm a Én is köszönöm szépen látesta. a beszélgetést.